még László herceg születésének évében történt, hogy valakinek az érdekében Szent Gellért a királyhoz sietett, és ama vidék erdős részén, mely disznók legeltetésére alkalmas volt, feküdt egy majorság, hol déli dőtájt megszállt. Itt úgy éjfél körül malomkövek zörgését hallja, jó lehet malmot nem látott. Elálmélkodott vajon mi lehet? És az asszony, ki a malmot hajtotta, éppen akkor énekelni kezdett. A püspök pedig csodálkozva fordult Walterhez. Walter, hallod a magyarok szimfóniáját, miképpen zeng? Csodálatos, szólt a püspök, miként él az emberi nem. Ha ügyesség nem volna, ki tudná a fáradtságos munkát elviselni? Boldog, úgymond, az az asszony, mert más hatalma alá vetve így kedvesen, zugolódás nélkül és jókedvel végzi a rászabott munkát. És meghagyta, hogy nem csekély összegpénzt adjanak neki. Üdvözl légy kegyelmes Szent László király, Magyarországnak híres oldalban. Szent királyok köz, drága látus gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Nékünk születél Lengyelországban, mennyből adatál nagy csodaképpen. Mászol születél Szent Kereszt víztől, ősödnek nevén László önnevel. Téged dicsérnek Szent Zsolos mával, papok, diákok és város népek. Téged dicsér földnek kereksége, mert téged dicsérnek Istennek angyali. Te arcul teljes szép piros valhát, tekintetedben embereknél kedves. Beszédedben ékes karodban erő, lám mindent te ejtesz, ki te vélet küzdni. Dicsérjük magyarok Szent László királyt, bizony érdemli dicséretünkön. Dicsérjük őtet angyalok mondván, üdvözl légy kegyelmes Szent László király. A csatát követően Géza a magyarok ösztönzésére elfogadta a koronát. Salamon reményeiben megcsalatva Pozsony várában húzódott meg. László ekkor Pozsonyban termett. Salamon egyszerű nemes embernek nézte őt, kiment, hogy megvívjon vele. Mihelyt azonban közelébe ért, két angyalt látott László feje felett, akik védték és óvták őt. Salamon erre azt mondta, én nem vívok meg vele, mert ez nem ember, hisz tüzes kardok védelmezik. Veris Sancte Spiritus, et emitte Spiritus, lucis turi radium, veni pater paperum, veni dator munerum, veni lumen cordium, consola. Oh,
Salamon királyban mind jobban és jobban felgyűlt az írítség lángja Géza herceg ellen. A király az ispán szavaira hajtva gyorsan elindult seregével. A két sereg Mogyoródnál ütközött meg. László vitézei Salamon ide-oda tekergő dandárát rémítő karcsattogással adták halálra. Másfelől Géza vitézei itatták őket a keserves halál poharából. Szent László herceg azonban mindig igen jámbor volt. Látta a sok ezer elesettet, és noha ellenségei voltak, akiket megöltek, mégis megindult a szíve rajtuk, és siratta őket. Látjátok, feleim, szüntükkel mik vagymuk, is a pur, és homu vagymuk. Mennyi miloszben terümtevé elevé, mi ő isemüküt Ádámut. És odutta vola neki paradisumut, házoa. És ment paradisumben volú gyimilsiktül, mundá neki élnie. Heon tilútuá üt, így fa gyimilsétül. Gye mundá neki, méretnüm eneik, és aki nopun emdül, az gyimilstühül, halálnek haláláol halsz. Hadlavá holtát terümteve Isten tüldje feledevé, engede ürdünk intetőinek, és evékoz tilut gyimilstül, és az gyimilsben halálut evék. És az gyimilsnek új keserű volávize, hogy turkukat migé szokosztja vola. Nüm heom mugának, gyement ő folyának halálut evék. Horoguvék Isten, és vetevi üt ez munkás világ belé, és lejön halálnek, és pukulnek fésze, és ment ő nemének. Kikozuk? Mi ő vagyunk? Ahogy ti látjátok szümtükkel. És ha és nüm így ember múlhatja ez vermüt, és ha és mend ahhoz járó vagyunk. Szerelmes brátim, vimádjomuk ez szigin ember lilkiért, kit úr ez nopun ez homus világ timnücé beleül mente, kinek ez nopun testét tümetjük. Hogy úr üt kigyelméhel Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében helhezje. Hogy bírság nap jutva mind ő szenti és ünütei küzikün jó feleül johuttotnia illeszje őt. És ti bennetük, Klamateter, Kirjeleison. Cum ti potens genitor Deus, omni creator eleiso. Christe Dei splendor, virtus patrisque Sophia, eleiso. Amborum sacrum spiramen, nexus amorque, elle.
plac mellett, ahol most Szent Péter apostol temploma áll, megjelent Géza király és László herceg előtt egy szarvas, agancsán égő gyertyákkal, és futni kezdett előttük be az erdőbe. Ott vetette meg a lábát, ahol most a kolostor van. Mikor a katonák rányilasztak, bevetette magát a Dunába, és sohasem látták többé. Ennek láttán így szólt boldog László. Bizony ez nem szarvas volt, hanem Isten angyala. Amott vagyon egy tojállás, hadd lége ide igyen, hadd lége ide igyen. Az fölveri aprósásos, hadd lége ide igyen, hadd lége ide igyen. Arra is rászokváncsod a fiú szarvas, hadd lége ide igyen, hadd lége ide igyen. Ha nem vagyok csoda fiú szarvas, hadd lége ide igyen, hadd lége ide igyen. Szarvam vagyon, ezer vagyon, hadd lége ide igyen, hadd lége ide igyen. Szarvam hegyén, ezer égő gyertya, hadd lége ide igyen, hadd lége ide igyen. Ha nem vagyok Úristen követte, hadd lége ide igyen, hadd lége ide igyen. Ekkor történt, hogy a pogány kúnok áttörték a gyepüket, és a messzes kapu felső részénél betörtek Magyarországra. Salamon király és Béla fiai, Géza és László herceg összeszedték seregüket, nagy sietve elindultak. Áthaladtak a messzes kapun, mielőtt a kúnok átkelhettek volna a hegyeken. A magyarok nagy kegyetlenül, halállal szorongatták a pogányokat, futottak is nyomorultul. Szent László meglátott egy pogányt, aki lova hátán szép magyar leányt hurcolt magával. Midőn lándzsa végre megközelítette őket, rákiáltott a lányra. Szép hugám, fogd meg a kunt övénél, és vesd magad a földre! Az meg is tette. Mikor a földön hevert, Szent László herceg ráment a lándzsával, és a kunt át akarta szúrni. A leány ekkor nagyon kérte, ne ölje meg, hanem bocsássa el. Ebből is kitetszik, nincsen hívség az asszonyokban, bizonyára fajtalan szerelemből akarta megszabadítani. Pár száz év elteltével a vadkúnokat letelepítették, és azok mindegy szálig Krisztus követői lettek. Kun László személyében még Árpádházi királyt is adtak a nemzetnek. E szép történet egyik maradandó példája a 13. századi Kun himnusz és a szövegében oly sok vitát kiváltó Kun mi atyánk. Bizing atamız kimsin kukçe? Mi atyánk. Ki vagy a mennyben, szintlinszin színin adın, szenteltessék meg a te neved, dürsün színin künlün, szálljon le a te akaratod, nyicsik kümzsirdi alay gökçe, ugyanúgy a földön, ahogy az égben, bizin yekmegimizni ber bizge, büt bütün künde, a mi kenyerünket add meg nekünk minden nap, ilt bizin minimizni, vidd el a mi bűnünket, nyicsik küm bizde, yerimiz bizge ötürü kelgenge, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk jövőnek, ilt mi bizni ol zamanga, kutkar bizni ol zamannan, ne vigyél minket a rosszba, szabadíts meg minket a rossztól. Szín barszín bokocslő, bocsonigő tímre. Te vagy ez az erős, igazságos jóisten. Amen. Szágyunk
사는 바시스카네니 힘 크리스토스 뜻도 속구루니 피알만 야신 Сунини той друди джанини Иисус татле чаман сизегеч не кинарсе Esztergom és környéke akkori életét az Árpád-ház tagjainak személyes kapcsolatai szövik át. Alig hanem a Pilis erdő rendezett egykori vadkamvadászaton halt meg 1031-ben Szent István fia Imre herceg. A közeli Dömös már első Endre óta királyi nyaralóhely. 1063-ban itt a dömösi vadásztanya nyaralójában írta a végzetes baleset első Bélát. Trónszéke összeroskadt alatta, s ő halálos sérüléseket szenvedett. 1073-ban az Esztergom szigeti bencés apáca kolostorban az országtanács békíti ki Salamon királyt Géza herceggel. 1137-ben ugyanitt a vak második Béla király tart országtanácsot. Szent László is kedveli a dömösi kúriát. 1078-ban a németek ellen hadra kelve innen keltezi oklevelét. Thank you.
közvetlenül nem tartoznak Dömöshöz, de a dömösi táj szerves tartozéka a Duna túlsó oldalán emelkedő Szent Mihály-hegy. Külön vonzerőt jelentenek a sziklás hegyoldalban, Dömösről is jól látható, remete barlangok. A 9 többnyire beomlott barlang üreg emberi kézmunkája. Egyesek az első Endre király idejében betelepült bazilita szerzetesek lakhelyét, mások a történeti forrásokban szereplő zebegényi bencés apátság maradványait keresték itt. Valószínűleg valamelyik szerzetes rend építő tevékenységének emlékei. A barlangoktól gyönyörű kilátás nyílik Dömös községre és környékére, a Visegrádi hegységre és a mélyben hömpölygő Duna folyamra. Szíg a tó, med a strafa ez, jóra lejpeszton, potamon rotion pászáj, hümnonton, demon patera, ki pneuma, passai dynamais epipsononton. Amen, amen. Kratos aino. Szent László uralkodásának kezdete előtt a keresztény egyház ketté szakadt. Skizma. László a magyarság sorsát Rómához kötötte, noha a keleti bizánci egyházzal még hosszú időkig fennálltak a kapcsolatok. Yeah.
laudabuntur omne. Exultamus speciali gloria. Dulci mellis novo favo, dulci regil Ladislao, canimus melodia. Regis laudin il discordet, cuius laudem non remordet celestis symphonia. Confessorum rigem laudent, perquem riges sibi gaudent, vitae dari munera. O quam felix quam preclara, Varadini fulgetara, tuo claro nomine. Quem precamur laudem te singuli, gemma regum totius seculi, et spes salutifera. Cuius regem saecula, manens idem macula, ladit omni crimine. Kutya szent jóságnak, égi fénye igazságnak, Krisztus Urunk tetszéseddel, László király segélyével, add, hogy téged kik dicsérünk, menj öröme jusson nékünk. László, jó királyunk, üdvözl légy, téged áldunk, patrónusunk, tisztességünk, kegyes, erős segítségünk, velünk hordod bajok súlyát, minden jóra, kegyes jóság. Királyunk,
László király levele Oderisius Monte Cassinói apáthoz. 1091. Noha bűnös ember vagyok, hiszen a földi uralmat a legsúlyosabb bűnök nélkül nem lehet gyakorolni. Mégis szentsége tökélye nem volt ismeretlen előttem. Mivel hiszem, hogy szent férfiak imádságának köszönhetem azt, hogy csekély erővel nem egyszer győzelmet arattam barbár népeken, álhatatosan kérlek, hogy küldj valamit hazánkban Szent Benedek erekjéi közül, nem érdemeim miatt, hanem a jövendő jó tétemény fejében. Mivel Szlavóniát már csak nem egészen megszereztem, szomszédként közlekedhetsz velünk. Ezen írással megerősítjük mindazt, amit Magyarország, Mőzia és Szlavónia területén embereink monostor helyeiteknek felkívánnak ajánlani. Isten veletek! Szent Istvánt, első királyunkat, László uralkodása alatt avatták szentté. Mikor Zvojnimir király gyermekek nélkül hunyt el, felesége László király nővére, Jézus Krisztus nevében könyörgött testvére László király segítségéért, és horvátországos Dalmáciát néki egészében visszaadta. A törvényes igazság szerint Szent Lászlóra szállott az örökség, minthogy Zvojnimir király elsőfokú rokonságban állott vele, és nem volt örököse. Exaudi Christem, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Pascalis summo pontificiet universali papam, salus et vita perpetua. Roman Hungarie Dalmatie et Croatia mi ficur regi, vita et victoria. Stefano clarissimo regi nostro, vita et victoria. Szent István, dicsért essél, menj és földön tiszteltessél, de
főképpen nálunk ma, mint országunk oszlopa. Kérünk, mint a apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István nézd mennyből le, a szép magyar népedre. Boldogságos szűzanyánknak, mint magyarok asszonyának, föláldozkat hazánkat, szenteltet koronánkat. Kérünk, mint a apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István nézd mennyből, Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus imperát. Stefano clarissimo regi nostro, vita et victoria. Azért is háladással ünnepélyes vigasággal mi együtt örvendezzünk, szívünkből emlékezzünk. Kérünk, mint a apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István nézd mennyből le, a szép magyar népedre. Mi kik téged pártfogónak választottunk, szószólónak, szólj Istennél érettünk, légy mindenkor mellettünk. Kérünk, mint a apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István nézd mennyből le, a szép magyar népedre. Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus imperát. Salamon királyban felgyűlt az irítség lángja László király ellen, akinek életére tört. László őt ezért a visegrádi börtönbe záratta, s noha Salamon volt a fogoly, Szent László igen búslakodott miatta, és gyakran imádkozott Salamon megjavulását. Thank you.
Boldog a föld, amelynek kiváló királya van. Boldog az ő királysága akkor is és most is, amikor már Krisztussal uralkodik a mennyben. Boldog lehet a magyarok hazája is, amelynek László király égi pártfogója. Védj példát Szent László királyról, aki úgy őrizte magát királyi trónján, hogy el ne veszítse égi méltóságát, mint halálig fáradozott az égi koronáért, hogy megnyerje Krisztust. Mennek és földnek dicső teremtője, és mi lelkünknek buzgó szeretője, minden örömnek bőjő buzgája, Istennek igéje. Szent László király miképpen vigyázott, jó erkölcsökkel életben virágzott, teremtőjében szüntelen vigadott, szívből imádkozott. A körös mellett egy várost építe, melyet váradnak Szent László neveze, szép kalastromot Mária nevére mellé építette. Koporsójánál betegek gyógyultak, vakok és némák hozzá folyamodtak, és több ilyen nagy sok csodák láttattak, és bizonnyal voltak. Légyen örökké áldott Atya Isten, és egyetemben a Fiú Úristen, a magas mennyben Szentlélek Úristen, mind örökké Szent László halála után már egy évszázaddal az a hagyomány járt a hazánkban, hogy a kegyes királyt nemzete három álló évig megtépet ruhában gyászolta. Ez alatt nem táncoltak, muzsikáltak az országban. A népmonda szerint egy kis bihari falu, Nagykereki, onnan kapta a nevét, hogy amikor Szent László koporsóját Váradra szállították, az itteni templom dombjára éjjeli pihenésül megállított halottas szekér kerekei maguktól megindultak Várad felé. László királyt az egyház 1192-ben avatta szentté. A szertartás alatt 6 óra tájban tündöklő fényű csillag jelent meg a monostor fölött, ahol a Szent Király nyugodott. 2 óra hosszáig ragyogott az ünneplő ember sokaság fölött. Az erekjéknek egyes darabkáit is megbecsülték, és testrész alakú díszes tartóba helyezték. Megosztották László király erekjéjét is. Mellszobrot készítettek a fejcsontok, karalakú tartókat pedig a kéz csontjai számára. Ezeket ünnepi körmeneteken körülhordozták Várad városában. Kaszás e földön a halál, ki mindenütt rendet kaszál. Erejét mutatja, kaszáját forgatja, virágokat nem szán, korokkal egybe hán. Jaj, add magad szép virágszál, fáradhatatlan arató, mert csarlója minden ható. Kinél nincs élesebb, semmi vagy sebesebb, mert minden ezen tűl,
előtte földre dűl. Jajod magad, szép virágszál, halál órája folyton foly, éretlen fűvel sem gondol. Szertelenül kaszál, kikeletben sem áll, sőt, télben is talál, amit vágott halál. Jajod magad, szép virágszál, elesél, hát szép virágszál, halál kaszája reátszál, de tár napra néző, jövendőt intéző virág végórádra, vigyázz jól magadra. Jajod magad, szép virágszál, a mennyei virágos kert, jó féveknek szép helyet vert. Ott megvirágoztuk, kikit jól vigyáztuk, kaszástól nem féltek, mert örökké éltek. Szép virágok, örüljetek! Isten ítéletek váradon, az eskü, a tűzpróba, a vízpróba, a párviadal, a szent falat próbája, a sorsvetés próbája, a feszület próbája, a szent ostya próbája, a holttest próbája, a tűzpróba. A tüzes vas próbára ítélt személyeknek először is bekötözték és lepecsételték a kezét. Azt hitték ugyanis, ha valaki bizonyos füvekkel a kezét bekeni, nem égeti meg a vas. A füveket lepecsételt kezével nem használhatta. Ennek megtörténtével rögtön bekötötték a kezét, és a káptalan pecsétjével újra lepecsételték. 3 nap múlva felbontották. Ha a tenyér épp volt, vagy ha kissé megpörzsölődött is, de szépen be volt hegedve, ártatlannak mondották. Ha még sebes volt, akkor a poroszló visszakísérte a bíróhoz, hogy most már ítélkezzenek fölötte. Mondd a Lajos, a nagy király, ere csulgám Lakfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját öhedre. A tatártól nagy veszélyben forog moldva ez a véghely. A tatárra veled menjen 10 000 lófőszékely. Hallja László a templomban, Kőrös víznek partja mellett, visszatér szemében a fény, kebelébe a lehellet. Borsója kőfed elé, nyomja szinte 300-at, ideje már egy kevéssé szellőzhetni a szűk házat. Már a székely alig győzi, már beszéven a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uramisten és Szent László. Mint oroszlán víja székely, megszorítva, nem megtörve, most a bércen láthatatlan, csattog a nagy érszlókörme. Sokat előtt gyors futtában,
a repülő kurta csákány. Sok ki nem mozdul helyéből, maga rab lesz lovazsákmány. Rabkötélen a tatárság, félelemtől még mint reszket, és vezeklik és óhajtja fölvenni a szentkeresztet. Összegyűl a tengernéző, hinni a csodában melyet, egyel aggott sírba hajlott, ősztatárnak jelve hirdet. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, az győzött le minket harcon. Harmadik Béla udvarában népszerű lett László, a harcos király. Fejjel kimagasló termete, bátorsága, hadvezéri képessége, erkölcsi szilárdsága alkalmassá tették a terjedő lovagi erények megtestesítésére. 1192. június 27-én, 800 évvel ezelőtt Gergely pápai legátus jelenlétében első László királyt szentté avatták. Az Árpádokat ettől fogva a Szent Királyok nemzetségének is nevezték. Az 1092. évi szabolcsi zsinat határozatai Szent László első törvénykönyveként maradtak korunkra. Törvényei védik az egyház vagyonát, rendelkeznek a belháborúkban elpusztult templomok újjáépítéséről és felszereléséről, a templomi ünnepek böjtök megtartásáról, és fellépnek a pogány szokások ellen. A sors különös iróniája viszont, hogy Szent László legendájának népies változatai több pogány hagyományt is fenntartottak, részben templomi freskó ciklusok formájában. Keljetek fel, bojérra! Keljetek fel, bojérra! Gyújtsátok meg gyorgyákat! Gyújtsátok meg gyorgyákat! Nemes nemzetes Bozóki Mihály, Dömös és Pilismarót nótáriusának és kántor tanítójának egy eddig ismeretlen 1775 táján írt kéziratos könyvéből eképpen zeng Szent László dicsérete. Nyelvem zengjed dicséret így, szerelmes part fogódnak, kit régenten választottál védelmező pajzsodnak, mert ma feljött csillaga, régen feljött napodnak, csak a mennyei útra választ kalauzodnak. Szent László, magyar nemzetünk, tündő
öklő szép tükörre, kősziklának röjtökéből, aki vizet ereszte, szomjúságban fiait, aképpen illeszgette, sok ellenségi ellen, mint egy Mojzes vezette. Midűn hatalmas kezével a török tábort űzte, családsággal elhányt pénzét kövekké teremtette. Midűn pedig boldogul szent életét végezte. Nagy váradon az angyal szent testét eltemette. Dicsőséggel teljes víz, magyaroknak királya, örvendez árva országod, ha szent nevedet hallja, diadalmas karodat még most is tapasztalja. Sírás nélkül.